Egészen abszurd és irreálisan nehéz azt a kérdést feltenni egy 8. osztályos diáknak, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Ha koncepció van is, a konkrétumokat, mint például, hogy melyik iskolában, milyen szakon kezdjék meg a tanulmányaikat, még kevesen tudják ilyen korban. A városi középiskolák ebben a kérdésben próbálnak segíteni a fiataloknak. Nyílt napot tartottak a DSC Lórándfi Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban. Marcona Tamás igazgatóval beszélgettünk, aki szerint növekvő az érdeklődés az intézményük iránt. Azt mondják a szakirodalmi adatok, hogy a pályaválasztási érettség az 18-19 éves kor környékén alakul ki. 14 éves korban az, hogy tudatos pályaválasztást várjunk el a gyerekeinktől, ez irreális. Én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy ők ismerik legjobban a gyermeküket. Nézzék meg azt, hogy a gyerek milyen adottságokkal rendelkezik, milyen területen lehetnek ők boldogok, mi az, ami nekik tetszik, és ennek megfelelően válasszanak jó iskolát. Mi a vegyész, az oktatás, az egészségügy, illetve a szociális területen, illetve azt még a szépészeti ágazatban tudunk erre lehetőségeket biztosítani. Az intézmény több szempontból is vonzó lehet a fiatalok számára. Marcona Tamás szerint iskolájuk sokszínű, mindenkiből igyekeznek kihozni a maximumot. Ha pedig valaki úgy érzi, elsőre nem találta meg a szakmáját, helyét, van lehetőség a váltásra. Ebben is partnerek. Táblánkon is látszik, a Lórándfi iskola egy sokszínű iskola. A sokszínű iskolában beletartozik az, hogy a gyerekeinkkel azzal igyekszünk, a gyerekeinkből igyekszünk kihozni a maximumot. Mindenkit abban erősítünk, amiben ő jó, és igenis pártoljuk azt, hogyha észreveszi a tanuló, észreveszik a szülők azt, hogy rossz helyen van gyermekük, akkor a lehető leggyorsabban pályát is tudjanak módosítani. Erre iskolán belül is, iskolán kívül is lehetőséget kívánunk biztosítani. A szakképzésre gondolva egy iskola vagy pálya esetében nem elhanyagolható az a tényező, hogy mennyire lesz biztosított a diákok jövőbeni munkalehetősége, vagy adott esetben a tanulmányi idő alatt már megszerezhető ösztöndíj elérhetősége, mértéke. Marcona Tamás kiemelte, csak a technikumra gondolva intézményükben akár havi 100 ezer forint körüli ösztöndíjjal is számolhatnak a tanulók. A technikumban ösztöndíjat kapnak tanulmányi eredménytől függően, egészen szép összegeket lehet elérni. Az iskolánkban 11. évfolyamtól a technikusoknál szakképzési munkaszerződéssel már kimennek a tanulóink, és erre az időszakra, még él a szakképzési munkaszerződésük, munkabért fognak kapni. Ennek összege olyan 100 ezer forint körül van havonta. Persze számít a pénz, de az anyagiak mellett a fiatalok olyan szaktudásban is részesülnek, amely vonzó és használható lesz majd a munkaerőpiacon. Minden további részlet pedig az intézmény hivatalos oldalán.